Kevesebb mint egy hónap múlva kezdődik a vízes világbajnokság, amelynek nagykövete a többszörös országos magyar kupa győztes Kis Szofi szinkronúszó. Sziasztok. Aki ráadásul több versenyszámban is indul. Jó reggel. Ezen a megmérettetésen, jó reggel. Mit jelent az, hogy egy szinkronúszó több versenyszámban indul? Hát azt jelenti, hogy különböző versenyszámaink vannak, tehát egyéni, páros és csapatversenyszám, és azon belül is mindegyiket bontjuk, tehát van technikai program, illetve szabadon választható program. Ez azt jelenti, hogy összesen ennyi koreográfiával kell készülnöd. Igen, ahhoz az 6 koreográfiával. Az soknak számít? Hát lehetne több is, de soknak számít, igen. És az mondjuk rólad elmondható, hogy te mondjuk jobban érzed magad a víz alatt, mint itt köztünk? Vagy a víz felett? Hát otthonosabban mozgok a vízben, mint a szárazföldön, ez tény és való, mert nagyon két ballábas vagyok, úgyhogy inkább... Úgy érzed egyébként? Igen. Miért kezdtél el ezzel a sporttal foglalkozni? Hát ez úgy történt, hogy balettoztam egy kicsit, meg úsztam, és akkor ezt... Úgy, de szépek vagytok. És akkor ezt befejeztem. Uh-huh. A szüleim meg úgy gondolták, hogy... A szülői ráhatással? Édesanyád vagy édesapád volt? Édesanyám volt. Édesanyád találta ki ezt a sportot neked? Ő találta ezt a sportot. Segítsünk egy kicsit. De édesanyád előtte sportolt valamit? Vagy igen, vagy anya kézilabdázott. És a kézilabdából úgy gondolta, hogy a csapatsportból elviszem a lányomat, nem, inkább a vízesport. Úgy gondolta, hogy mivel ugye úsztam, és az úszás annyira nem tetszett, viszont a vizet azt nagyon-nagyon szerettem, ezért valami olyan sportot keresünk, ami nőiesebb, és amiben megtalálom azt, amit én keresek. És megtaláltad, úgy. Én egyébként mindig meg akartam kérdezni, hogy ti halljátok a zenét közben? Persze, mert van egy víz alatti hangosító berendezés, és ugyanúgy. Mert egyébként nem hallanak, ugye? Hát egyébként nem hallanak. De egyébként is abból áll, hogy számolnod kell magadban, ugye? Tehát, hogy anélkül nem is tudnád megcsinálni a koreográfiát. Hát a zene ütemére számolunk, és akkor... És víz felett és víz alatt ugyanúgy lehet hallani a zenét? Tehát oké, hogy ott van az a hangosító, de együttemben van? Ugye azt szoktam, hogy a víz egyébként ugye vezeti a hangot. Ugyanúgy, mert ugye össze van kapcsolva a víz alatti hangosítás a víz feletti hangfallal, és ugyanaz a kettő. Az egyébként fontos, hogy mondjuk szépek is legyetek? Tehát látványos is legyen az, amit mondjuk a nézők néznek? Hát ez természetes, hiszen erről szól. Igazából nekünk azt kell elhitetni, hogy ez mennyire egy könnyed sport, és mennyire nem kell érte tennünk azért, hogy ott maradjunk a vízfelszínén közben. Pedig aztán mi munka van. Pedig benne. Aztán nagyon kemény munka folyik, viszont végig mosolyognunk kell. Igen, ez a tipikus ilyen ugye hollywoodi mosoly, kiakaszt az a kis. És akkor igen. Mi van, hogy a víz alatt is mosolyogtok? Tudtok a víz alatt mosolyogni? Egyébként van olyan, amikor az edző azt tanácsolja, hogy inkább már a víz alatt kezdjek el mosolyogni, hogy amikor feljövök, akkor ne felejtsem el. És mi lesz a vízzel és a levegővel ilyenkor? Tüdővel? Kemény nagyon? Hát elég kemény, de én úgy gondolom, hogy ezt meg lehet szokni, tehát hogy ezt az évek során én hozzászokok, és már jön én magától. Kipróbáltam ezt a sportágat, megmondom őszintén egyszer. Hát nem mondom, hogy első nap magyar bajnok tudnék lenni, de brutális, tehát hogy számomra igazából nem is tudom, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Pedig aztán azon az én tüdőkapacitásom is viszonylag jó. Hagyjuk a te tüdőkapacitásodat. Versenyek után meg szoktad nézni magad, meg a koreográfiát kívülről, és utána még pontosítotok? Vagy hogy tudtok még jobban összeszokni? Ez úgy történik, hogy ugye leversenyzünk, akkor az edző látja, hogy mi a hiba, a bírók elmondják, hogy mi nem tetszik nekik, és akkor a verseny után azokon a dolgokon változtatunk, azokat cseréljük ki, amik nem úgy sikerültek, volt egy kis kihagyásod, ugye, a karrieredben. Ez miért történt, és aztán te miért döntöttél úgy mégis, hogy visszatérsz? Hát ez úgy történt, hogy az olimpia után 2013-ban nem igazán volt olyan támogatottsága a sportnak, és nem biztosították azokat a feltételeket, amik szükségesek lettek volna a felkészüléshez, ezért úgy gondoltam, hogy így nincs értelme. Nem befejeztem, hanem egy pici szünetet tartottam. És aztán most? Hát most azért folytattam, mert leszerződtették Natáliát, és olyan profi, hogy meg akartam próbálni vele, mert láttam, hogy biztos, hogy így sikeresebbek lesz. Kemény megköveteli? Nem hagylak szóhoz jutni. Nem baj. Hát megköveteli, mert sokkal fegyelmezettebben kell dolgoznunk, hiszen ő orosz, és azért ott más a mentalitás. Erre gondoltam. És tényleg bárki, aki jön és végignézi az edzésünket, azt mondja, hogy úristen, milyen csöndben vagyunk, egymásra figyelünk, nincs beszélgetés, hanem arra koncentrálunk abban a 6 órában, ami a feladatunk.
Mit jelent az számodra, hogy ugye most Magyarországon fogsz tudni versenyezni? Ugye Görögországból tértél haza. Milyen volt Görögország, és mennyire várod azt, hogy Magyarországon magyar közönség előtt tudjál mondjuk szerepelni? Hát Görögországban ez egy felkészítő verseny volt, egy gyakorló verseny, ami nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen nem volt rajtunk akkor a nyomás. Ezért tényleg megmutatkoztak azok a dolgok, amiket előtte kijavítottunk az edzések során, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól sikerült. Az, hogy itthon lesz a világbajnokság, szerintem az egész csapatnak nagyon sokat jelent, hiszen gyönyörű környezetben lesz, és magyar szurkolók körében, akik ugye nem tudnának amúgy eljönni a világ bármelyik tájára, ezért ez egy pluszt ad hozzá. Mennyiben mész ki mondjuk egy edzésre másképp, mint majd mondjuk a világbajnokságra? Tehát ilyenkor akkor azt mondod, hogy kétszer annyi a púzusod, nagyobb a stressz, még jobban meg akarsz felelni, még jobban akarsz bizonyítani? Hát ez minden sportolónál így van. Szerintem, hogy minden egyes edzéssel egyre jobban szeretne fejlődni a világbajnokságon, meg az én nem izgulni fogok ott, hanem annyira jó érzés lesz, hogy ennyien kijönnek és szurkolnak nekünk, hogy ez szerintem hozzáad a teljesítményhez. Jelenleg 22 éves vagy, kinek bizonyítasz most? Tehát kiért, miért csinálod ezt a sportot? Magadnak, szüleidnek, környezetednek? Szerintem saját magamnak. Most már eljutottam abba a korba, amikor magam miatt csinálom, és nem mások miatt. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, óriási nagyon. Sikereket kívánunk, én biztos, hogy ott leszek a lelátón, úgyhogy engem ki fogsz tudni szúrni. Vedd le a pólódat, jó, hogy mindenki tudja. Na, de miért vagy ilyen? Jó leszünk, és tényleg sok sikert, és köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.